Külön köszöntöm az Innovációs és Technológiai Minisztérium részét. Országos jelentőségű kutatóközpont jön létre Budapesten világhírű magyar agykutatók vezetésével. A Brain Vision Center kutatóintézet fő feladatai a központi idegrendszeri betegségek diagnózisához és terápiájához szükséges alapkutatási folyamatok előkészítése és a látáshelyreállítás alapkutatási program megvalósítása. Azt mutatja, hogy ha valamivel komolyan foglalkozunk, annak nagyon gyorsan meg is lesznek az eredményei. Létrehoztunk egy másik rendszert, ami a magyar kutatóhelyek közötti együttműködést erősíti, a nemzeti laboratóriumok rendszerét. Itt arról van szó, hogy bizonyos kiemelt területeken, és ennek a cégnek a szkópjába tartozó tevékenység is ide tartozik, bizonyos kiemelt területeken a Magyarországon meglévő tudást próbáljuk összevonni és úgy finanszírozni, hogy a kutatóhelyek egymással együttműködnek. És hát, hogy ennek legyen meg egyébként az épített és az infrastruktúrás környezete, a Science Parkok rendszerét is kialakítottuk, és ennek is megkezdődött a felépítése. Az elkövetkező nagyjából 5 évben csak a Science Parkok valahol 4 és 500 milliárd forint közötti összeget fogunk költeni. Ennek a cégnek a jövőbeni egyik sorsa, pozitív évben értelmezendő, az valóban egy Science Park irányába történő továbbfejlesztést jelent. A most felállt Brain Vision Center a világ egyik legjelentősebb humán transzlációs központja lesz Rózsa Balázs, a Femtonics alapítója szerint, ahol alapvetően új terápiás és diagnosztikai eszközöket fejlesztenek ki, a Nobel-díj várományosaként is nevezett Roska Boton professzorral közösen vezetve. Adjunk ugye egy komplex struktúra, több milliárd serkentős gátlósejt alkotja, és több mint 10 a 14-en kapcsolattal hozzák létre ezt a bonyolult rendszert. És az emberiségnek egy ősi álma volt, hogy hozzon létre egy kétirányú kapcsolatot az agy és a számítógép között. És tulajdonképpen az első küldetések egész sikerűsen zajlottak, tehát azt jelenti, hogy ma már egy néhány mechanikai szabadsági fokkal rendelkező rendszerrel igen jó összekötetést tudunk létesíteni. Előadásában Roska Botond a látás helyreállításáról beszélt, és bemutatta a májusban ismertetett jelentős eredményeket. Megkérdezzük a pacienset, hogy ez miért jó önnek. Ez nagyon fontos a medicínában, hogy mi nem csak technológiát fejlesztünk, de azért fejlesztünk technológiát, hogy a betegnek jobb legyen. És itt egy nagyon érdekes következtetésre jutunk. Roska Botond annak a reménynek is hangot adott, hogy 5 év múlva újabb pácienseket tud mutatni, akiknek helyreállították részben a látását, és reméli, hogy addigra már nem csak objektumokat fognak látni, és hogy a programban több magyar beteg is lesz. Mint mondta, hosszú út áll előttük, és ezen az úton fontos állomás a Brain Vision Center megalapítása.